Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat. Betlejné Szurdusz Erika vagyok, dúla, szülésfelkészítő, kismama joga és babamama joga oktató, babamasszázs oktató és három gyermekes édesanya. És jelenleg a Magyarországi Dúlák Egyesületének budapesti társelnökeként is tevékenykedem. Rovatomban, melynek címe Dúla tanácsadás az egészséges kismamákért és kisbabákért, minden hónapban olyan témákat fogunk körüljárni, amelyek tapasztalataim szerint a leggyakrabban foglalkoztatják a mamákat, anyukákat. A múltkori adásunkban a felkészülés a gyermekáldásra témáról beszélgettünk, ma pedig a fogamzást fogjuk érinteni. A legtöbb nő általában csak a második hónapban fedezi fel, hogy babát vár, amikor elmarad a menstruációja és elvégez esetleg egy terhességi tesztet, de vannak nők, akik már a fogamzás pillanatát is megérzik. Az első 28 napot nagyon fontos, hogy arra használjuk, hogy ráhangolódjunk az elkövetkező hónapokra, és ráhangolódjunk arra az új lélekre, aki kiválasztott minket. Testileg valószínűleg még nem lehet érzékelni semmi különös változást, lelkileg viszont annál többet. Az élet kezdete spirituális szempontból. A halhatatlan lélek már akkor rendelkezik tudattal, amikor a megtermékenyítéskor a petesejt és az ondósejt egyesül. A nyílformájú ondósejt egyesül a tökéletes mandala alakú petesejtel, és létrejön a megtermékenyülés. Ilyenkor létrejön az ősi spirálforma, a felfelé, illetve lefelé haladó köröző mozgás. Ezt az ős mintát éli át a lélek is, ahogy erős szívó hatásra az anyatestébe merül. A petesejt és az ondósejt egyesülésével létrejön a közös forma, és társul hozzá a megfelelő tartalom, a lélek. A megtermékenyítéssel tehát testet ölt a lélek, és a másállapot következő három hónapjában egyre szorosabban kapcsolódik össze a fizikai testtel. A petesejt a megtermékenyítés pillanatától kezdve folyamatosan osztódik. A kezdeti sejthalmazból, a szedercsírából, morulából hamarosan embrió lesz, és bár külsejében egyre inkább elveszíti a petesejt tökéletes mandala formáját, lényegi tekintve minden sejtjében és atomjában megőrzi azt, nem utolsó sorban a fej alakjában. Eközben nem csak a kicsi baba teste fejlődik, hanem a lelke is tökéletesen érzékeli az anya érzésvilágát, egyfajta szűrőként működik. Ami az anyát közelről érinti, azt a magzat is közvetlenül átéli. Amire az anya kevéssé érzékenyen reagál, az a magzathoz alig vagy egyáltalán nem ér el. Az érzelmi dolgok általában sokkal mélyebben hatolnak be a magzatvízbe és a baba lelki világába, mint az intellektuálisak. Ami az anyának érzelmileg fontos, kiemelkedő jelentőségű, az a magzat számára is az. Tudatosan éli meg, ahogy az édesanyja felfedezi az állapotát, és ahogyan reagál arra. Világosan megmutatkozhat a későbbi anya-gyermek kapcsolatban, hogy ez a felfedezés spontán örömöt vagy ijegységet vált ki az anyából, sőt, befolyásolhatja a gyermeket annak szubjektív megítélésében is, hogy őt hogyan fogadja be a világ. Az öröm és az elutasítás egyaránt közvetlenül jut el a babához. A gyermek a szó legszorosabb értelmében az anya érzelemvilágában fürdik. A másállapot alatt a magzat szinte sajátjaként éli át az anya érzelmi állapotait, észleli a terhesség megszakítási kísérleteket, sőt még az erre irányuló gondolatokat is, és ez bizony megkérdőjelezheti, extrém esetben tönkre is teheti a már kialakult biztonságérzetét és érzelmi kapcsolatának melegségét. A lélek közvetlenül érzékeli a gyermek nemével kapcsolatos szülői elvárást is. Nagy teherként nehezedhet rá, ha a szülők erős vágyat éreznek egy bizonyos nem iránt. Mivel különösen az anyák a mai napig is sokszor inkább fiút szeretnének, első babának, ebben reménykednek, ezért a növekvő lányok tudják, hogy születésükkel csalódást fognak okozni. Ez pedig nem jó indulás az életben. Zavarólag hathat a magzat őstudatának fejlődésére az, ha nem kívánt, nemmel jön világra. Mivel az önbizalom alapja csak az ősbizalom lehet, ez okozhatja azt, hogy sok lánynak és asszonynak kevés az önbizalma. Mindezek rávilágítanak arra, hogy a korai időszakban mekkora befolyásuk lehet akár lényegtelen apróságoknak is.
De azt is lehet tudni, hogy a lélek maga választja ezeket a helyzeteket, nincs tehát oka arra, hogy utólag bűnbakot keressen. A jelen és a jövő szempontjából mégis nagyon fontos, hogy ismerjük ezeket az összefüggéseket. Ha a gyermek a nem kívánt nemmel születik, a nemi identitással kapcsolatos későbbi problémák gyökere nem egyszer e korai időszakban keresendő. Ahogyan a lélek keresi az emberpárt a fogamzás előtt, úgy vonza magához a pár is a lelket. Ideális körülmények között, amikor a léleknek nem kell besonfordálnia, hanem mindkét szülő szívből jövő kívánsága válik valóra jövetelével, általában csodálatosak az anyaméhben megélt első hónapok, és a magzat ilyenkor átütő élményeket szerezhet. Ilyenkor olyan egységben van az édesanyjával, hogy teljesen a sajátjaként éli meg annak életét. Magzatburok univerzumában mámoros állapotot szerezhet neki e tökéletes egység megtapasztalása, és ebben az álomszerű vízi világban nem ritkán extatikus örömöt vált ki a végtelenség és a szabad lebegés óceánt felidéző érzése. Az anyaméh belső univerzumában a gyermek újra átéli a halhatatlan lélek eredetének, a transzcendens világegyetem határtalanságának az emlékét, és optimális esetben az egész kezdeti időszakban meghatározó marad ez az életérzés. A magzatban fokozatosan erősödik az egység és a bizalom érzése. Mindez a melegség légkörében történik, az első gyermekkori fészekben, amely jóval fontosabb, mint a későbbi gyerekszoba, noha annak sokkal nagyobb figyelmet szentelünk általában. Ennek a csepp lénynek az anyaméhben, mint egy csodaországban, kérés nélkül áramlik elegendő mennyiségben minden, amire csak szüksége van az élethez, és semmit sem kell kérnie, nemhogy tennie kéne érte valamit. A baba ilyenkor sehol sem ütközi kemény vagy esetleg fájdalmat okozó határokba, minden puha és a védettség érzésével együtt kialakul a szabadságérzet is. Az anyai légzésritmus gyengéd ringatása és az anyai szív megbízható ütemessége gondoskodik arról, hogy a baba ideális körülmények között tapasztalhassa meg a minden lényegesnek fennálló egységérzését, amilyen korai szakaszban mindenek előtt az anyával való egységet jelenti. Akinek megadatik, hogy zavarok nélkül élje, gondtalanul élvezze ezt az életszakaszt, annak a lelke egynek érzi majd magát a földanyával, és szeretettel nyíltan fog közeledni a világhoz is. E korai szakaszban, ha tudatos anya vagy, akkor messze menőkig megvédheted gyermekedet a kapcsolati zavarok vagy anyagi problémák okozta külső fenyegetéstől, ha érzelmileg feltétel nélkül mellette állsz. Még akkor is, ha esetleg nincs körülötted zavartalan harmónia. A gyermek ugyanis lényegében édesanyja érzésein keresztül érzékeli a világot. Minden olyan módszer jó erre, amely pótolhatja az ősbizalom hiányát, például ilyen az összekapcsolt légzés, vagy lebegés testmeleg vízben, vagy a meditálás. Mivel a magzat az anyán keresztül mindent nagyon intenzíven él meg, úgy is fejleszthető az ős tudata, hogy az anya örömét leli a természet vagy a kultúra szépségeiben, és önfeledten átadja magát ezeknek az érzéseknek. A négy természeti elemmel való találkozás is felemelő tapasztalat lehet a számára. Valamint felvidíthatjuk az édesanya és a születendő baba lelkét zenével, vagy külső és belső képekkel is. De nagyon fontos, hogy az anya valóban élvezze és örömét lelje ezekben a dolgokban. A fogamzás körüli időszakban az legyen az alapgondolatunk, hogy felemelő és csodálatos oldaláról ismertessük meg a gyermekkel eljövendő világát. Nemzeni és fogantatni egyaránt szent esemény. A jövőbeli szülők sokszor észre sem veszik, hogy egy lélek készülődik heteken, hónapokon vagy akár éveken át, hogy újra anyagi testet öltsön. Célja egy új esély, egy új feladat, vagy egy korábban elkezdett feladat folytatása. Nem könnyű megtalálnia a megfelelő szülőket, az alkalmas környezetet és a megfelelő időpontot. De mindig óriási tisztelet kell, hogy övezze egy gyermek érkezését, hisz ő is mindent érez, már ilyenkor is egy bölcs lélek, és az egész életét meghatározhatja az, hogy hogyan fogadják őt, és hogy igent mondanak-e az érkezésére. Áldott, szeretettel teli babavárást, csodás szülést,
és a szülői szerep nagyon boldog megélését kívánom mindenkinek. Elérhetőségeim dulaerika@gmail.com vagy www.anahita_yoga.hu.